Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban még egy kicsit visszatérek 2018 összegzésére, ugyanis ma a tavalyi évben olvasott legrosszabb könyvekről fogok beszélni. Ezek a könyvek nekem tényleg nagyon nem tetszettek, és én nem akarok a saját véleményemmel senkit megsérteni, és hogyha nektek tetszettek ezek a könyvek, akkor ez teljesen rendben van. Ez itt az én saját véleményem lesz. Nekem ezek a könyvek egyszerűen nem tetszettek. Az első könyv, amivel én 2018-ban nagyon megjártam, az Jane Austen-től az Értelem és Érzelem. Igazából még mindig nem tudom megfejteni, hogy mi volt az, ami ennyire élvezhetetlen volt számomra ebben a könyvben, mert szeretem Jane Austen-t, és az összes többi könyvét is szerettem, aztán itt odaértem ehhez, az utolsó regényéhez, amit el kellett volna olvasnom így a kis listámról. Majdnem egy hónapot töltöttem azzal, hogy ezt a könyvet el tudjam olvasni. Tehát a végét azt már úgy olvastam, hogy csak lapoztam, és minden oldalon csak átfutottam a tekintetemet, mert egyszerűen már nem bírtam odafigyelni a történetre. Az elején, amikor elindultam, akkor még úgy voltam, hogy jó, eddig jó, és aztán egyszer csak így teljesen szétesett számomra a történet, és úgy voltam, hogy csak fejezzem most már be, mert engem nem érdekel, ami ebben történik. Szóval én nagyon-nagyon sajnálom, hogy ez a könyv nekem nem tetszett. Azon kívül ugye, hogy az egyik legrosszabb könyv volt, amit tavaly olvastam, azon kívül hatalmas csalódás is volt ilyen téren számomra, mert én azt hittem, hogy ez egy nagyon jó könyv lesz, mert ez állítólag Jane Austen egyik legjobb regénye, és sajnos én ezt nem tudtam átérezni. És emiatt szomorú vagyok. Hát, ha majd egyszer megjön a kedvem az újraolvasáshoz, és akkor valahogy másként fogom tudni értelmezni ezt a könyvet, mint most. Mert most nagyon nem volt jó. Ja igen, azt már megint elfelejtettem elmondani, de nincs sorrend, hogy ez volt az ötödik legrosszabb könyv, amit utoljára mutatok, az volt az első legrosszabb könyv, hanem csak úgy rosszak voltak, és nem élveztem őket, tehát nincs belső sorrend. Ezek voltak a legrosszabb olvasmányaim. Egyébként az Értelem és Érzelemnek azt hiszem 2 csillagot adtam. Ami még mindig nem olyan rossz. Nem szeretek 1 csillagot adni könyveknek, az olyan rossz érzés. A 2 is mondjuk, de mindegy. A tavalyi év egyik legnagyobb csalódása volt ez a következő könyv, aminek még mindig nem tanultam meg a magyar címét, most már talán az eszembe elvésődött. Ez Matt Haig-től a Ha megáll az idő, vagy hogyha más a címe, akkor majd itt vagy a leírásban, vagy valahova kiteszem, mert mindig más címet mondok, ahelyször ezt a könyvet felmutattam, csak az angol címe az, amit tutira tudok. Ez a könyv. Hogyan is fogalmazzam meg a véleményemet erről a könyvről? Ó, tök jó, kivilágosodott. Azt hittem, mikor elkezdtem ezt a könyvet, meg mikor elolvastam a fülszöveget, meg mindent, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó könyv lesz, és én mennyire fogom élvezni. És így az indítás környékén még úgy voltam, hogy jó, ez még lehet jó könyv. A felénél úgy voltam, hogy most már csak érjünk véget, vagy most már csak éljünk a végére, és megkapja a 3 csillagot, és elfelejtem, hogy ez létezett. A legesleg végére meg úgy voltam vele, hogy hát ez nem igaz, a könyvet legszívesebben elégetném, de nem a sajátom, úgyhogy nem teszek ilyet vele. Amúgy se tenném, csak nagyon mérges vagyok erre a könyvre. Mert azt ígérte nekem, hogy egy olyan embert fogunk benne követni, aki nagyon lassan öregszik, tehát ilyen 100 évente öregszik külsőleg 1 évet. Ami megvolt, ez tök jó, csak egész végig azzal töltöttük a történetet. A történet javarésze az azt fedi le, hogy ez az ember, Tom a neve talán, de most nem tudok puskázni a hátuljáról, de szerintem Tom. És van egy idősik, ami a jelenben játszódik, Tom most éppen töri tanár akart lenni, és van egy idősik, sok idősik, ami a múltban játszódik, és Tom különböző múltbeli élményeit látjuk újra.
És egyrészt nagyon zavaró volt ez a folytonos időben ugrálás, mert nem is volt ilyen, hogy egy fejezet a jelenben, egy fejezet a múltban, hanem teljesen össze-vissza volt, sőt még a múltbeli visszaugrás is. Tehát volt olyan, hogy 100 évet ugrottunk vissza a múltba, a következő fejezetben 300-at, és utána ilyen 50 évvel ezelőtt, és így most már nem tudom, mi történik. Ráadásul a fő szöveg meg így a történet elején is az egyik legmeghatározóbb pont az volt, hogy Tom keresi a lányát, mert ő eltűnt évszázadokkal ezelőtt, amikor volt a nagy pestis járvány. És ez a történetszál érdekelt engem a legjobban. És emiatt izgultam a legjobban, és szerintem ez az egyetlen dolog, ami miatt tényleg végig is olvastam ezt a könyvet. Erre a könyv legvégén, nagyjából 5 oldal alatt megoldottuk ezt a problémát, és... És amiatt nagyon-nagyon-nagyon mérges voltam, mert elolvastam egy 300 oldalas könyvet 5 darab oldal miatt, ami teljesen felesleges volt, mert minden más, ami ebben a könyvben történt, engem nem érdekelt. Nem érdekelt a szerelmi szál, ami a jelenben szövődik, mert én nem éreztem, hogy annyira kötelező lett volna annak ott lennie, és nem érdekelt semmi más sem. Ráadásul Tom az idő 3/4 részét azzal töltötte, hogy az idővel kapcsolatos, különböző mélységű filozófiai feltevéseket tett. És nagyon mély volt ez a könyv ilyen szempontból, csak én erre nem voltam fölkészülve. Tehát én nem akartam oldalanként 4 darab idővel kapcsolatos, nagyon szép idézetet elolvasni, hanem én a történetet akartam elolvasni, és ennek nem sok története volt ilyen szempontból, úgyhogy emiatt csalódott vagyok. Pedig a fiú, akit karácsonynak hívnak, az egyik kedvenc könyvem, ez meg ne. A Matt Haig könyv egyébként, azt hiszem az is 2 csillagot kapott. Talán. Vagy lehet 3-at adtam neki, mert jó szívű voltam. Na mindegy. A következő könyv szintén 3 csillagot kapott, mert nem mondanom, hogy kifejezetten utáltam, hanem kissé ilyen nem tudom hova tenni érzésem van vele kapcsolatban, ilyen enyhén sebleges. És kicsit story time. Szóval még júniusban egyszer volt egy nagy leárazás Book Depositoryn, és akkor vettem egy rakat könyvet. Vagy hát magamhoz képest egy rakat könyvet, 6 darabot összesen. És azt hittem, hogy milyen jó lesz, tök olcsón vettem egy csomó könyvet, tök jók lesznek. Ebből a 6 könyvből 5-öt elolvastam, és ebből az 5 könyvből eddig csak 2 tetszett, úgyhogy ez nem túl jó arány. Ez a könyv is olyan, hogy azért vettem meg, mert azt hittem, hogy tök jó lesz. Le volt akció, de úgy jutottam, hogy megveszem, biztos jó, viszonylag jó értékelései voltak, meg szép a borítója, de soha többé nem fogok így könyvet venni, csak azért már le van akciózva, mert nem, ez így nem jött nekem be. Na mindegy, ez a könyv Kiera Geraghty-tól, a Now That I Found You. Ez a könyv nekem egy aranyos, romantikus történetet ígért, ilyen csiklitszerű, hogy eldobom az agyam a cukiságtól, vagyis legalább én ezt vártam, azt hittem, hogy ez lesz benne. Hát ehhez képest, ami ebben a könyvben van, az egy hatalmas nagy adag dráma, amit én nem kértem. Tehát a fülszöveg, meg mindenféle értékelés, amit én olvastam, az engem nagyon félrevezetett annak kapcsán, hogy mi van ebben a könyvben. És hogyha nem azt várom, amit vártam, akkor lehet, hogy jobb lett volna ez a könyv, de így katasztrofális volt, és szörnyen lassan haladtam, és úgy örültem, mikor befejeztem, hogy végre odébb rakhatom, és elfelejthettem, hogy ezt valaha is elolvastam, mert tényleg zéró élményt adott nekem ez a könyv. Nem tudom, hogy mi történt benne majd 400 oldalon keresztül, mert semmi igazából. Mert van a 2 főszereplőnk, és az egyik megözvegyült, a másik az még házas, de a neje elhagyta, mert bipoláris, és úgy érezte, hogy el kell mennie, és elment. És ők találkoznak. És ők találkoznak ilyen 200 oldalon keresztül, és így felvezetik 200 oldalon keresztül a könyv a történetet. Utána pedig van egy nagyon-nagyon-nagyon sok dráma. Egy nagyon-nagyon sok, ez szép volt azért. És a végén meg minden megoldódik, és ah, tök jó, happy end. És így nem tudom, mi történt. Egyszer csak felbunkalt a feleség, és akkor ott kavarta a
Szóval igen, ott kavarta az érzéseket, ott belekavarta a levesbe, na mindegy. Aztán jó lett minden, nem tudom, mi történt ebben a könyvben. Úgy érzem, hogy ez a könyv nem nekem való volt, csak azt hittem. Szóval félrevezető volt ennek a könyvnek minden leírása, mert ez másféle embereknek és másféle olvasás élményre vágyóaknak volt megírva, nem nekem. Igen, a következő könyv is szintén ilyen hirtelen felindulásból lett megvéve, és tényleg nem fogok soha több ilyet csinálni, ezt én megfogadtam magamnak. Mert erre is azt hittem, hogy jó lesz. Ez James Barclay-től az Elves sorozat első része, a Once Walked with God. Ez a könyv jó lett volna. És ez benne a legbosszantóbb, hogy jó lett volna. Jó volt a világfelépítés. Ugye mi a fantasy könyv és a közepébe kezdtünk, ezért persze az elején voltak ilyen nagy kérdőjelek a fejembe, de úgy voltam, hogy idővel minden ki lesz bogozva, gondolom a sorozat további kötetei során is, ugye kiderülnek dolgok, meg egy idő után megszoktam, hogy melyik isten kicsoda, meg minden. De az a rohadt sok részletesen leírt harcjelenet. Azért olyan kert, tehát ez egy 400 oldalas könyv, ja, majdnem 400 oldalas könyv. Ebből a 400 oldalból szerintem 200 oldal minimum részletesen leírt harcjelenet volt. És engem érdekelt volna egyébként a történet, de nem fogom elolvasni a további köteteket, pont azért, mert valószínűleg ugyanilyen részletes harcjelenetekkel teli kötetek azok is, és nem tudom még egyszer ezt végigcsinálni, amit ennél a könyvnél. Mert konkrétan ezt a könyvet a végére úgy olvastam, szerintem ezt az utolsó 100 oldalt, hogy amikor láttam, hogy párbeszéd van, azt elolvastam, és amikor láttam, hogy oké, akkor most harcolnak, akkor így átugrottam 5 oldalt. Mert nem lehetett. Az elején még ott az első pár az még úgy elment, a rövidebbek még elmentek, de amikor tényleg ilyen oldalakon keresztül, és még mindig, és már se tudom, hogy milyen nyelven olvasok, meg mit kellene. Szóval az nagyon rossz volt ebben a könyvben, hogy tényleg mindig csak a részletes csatajelenetek. Folyamat! Mert nekem elég lett volna annyi is, hogy és akkor ők most harcoltak. Tök jó. Csak mert ezekben a csatajelenetekben ilyen random karakterek, akik két fejezettel korábban jöttek be, meghaltak, és így nem is tudtam nagyon átérezni a fájdalmakat, meg semmit, szóval ezen a téren ez a könyv nagyon rossz volt, pedig érdekes lett volna a története. Nagyon sajnálok, de ez nagyon elrontotta az élmény számomra. És az ötödik, mert ugyanúgy válogattam ki a legrosszabb könyveket, mint a legjobbakat, tehát hogy ötöt, az öt legrosszabb közül, de a legrosszabbak közül ötöt. És az ötödik, ami tényleg nagyon sokkos állapotban hagyott, és gyűlöltem azt a könyvet, de nagyon. Ami valószínűleg annak tudható be, hogy tényleg nem nekem való volt. Vagy hát ez a diplomatikus megoldásra, hogy nem nekem való volt, és hogy én nem tudom úgy átérezni a történetet, ahogy azt kellene. De ez Borbély Szilárdtól a Nincs telenek volt. Valahova berakom, nem tudom. És nem akartam, tehát kötelezőket úgy általában nem szoktam nagyon részletesen kifejteni, mert azt az iskolához kell elolvasni, és az általában nem fog nekem annyira nagyon tetszeni. De ez a könyv, ez valami borzalmas volt. Ezt karácsonykor olvastam, egy csodálatos karácsonyi olvasmány volt egyébként. Tényleg elvette az életkedvem, meg az olvasástól is a kedvem, katasztrofálisan rossz volt. Utáltam. Tehát könyvet én még nem utáltam annyira, mint amennyire én utáltam ezt a könyvet. És most nem tudom, hogy érettségén, hogyha ezt a tételt húznám ki, akkor mit fogok róla mondani, hogy ne csak savazzam végig az egészet, mert... Na mindegy. Nem tudom. Mert ez a könyv, ez egy olyan könyv, ami az írásmódja, meg a témakifejtés, meg az őszintessége miatt van nagyra tartva, csak én ezt az egészet nem tudtam értékelni, és végig csak azt éreztem, hogy nekem miért kell ezt a könyvet olvasnom, én ezt nem akarom, és én ezt a könyvet tényleg tízre akartam dobni. Szóval gyűlöltem. Tényleg. Nagyon, nagyon-nagyon rossz volt.
ilyen rossz könyvet még nem olvastam, és ilyen rossz olvasási élményem sem volt még soha. Soha. Katasztrófa volt, komolyan mondom. Főleg a... Tehát csak úgy így a... Hogy mi van a könyvben nagyjából, tehát volt egy ilyen rész, amikor éppen részletesen leírta az író, hogy hogyan kell agyonverni a kismacskákat. Én ezt nem akartam elolvasni. Mert tudom a realitása, meg ahogyan leírja, az... az értékelendő, de én ezt nem tudtam értékelni. És még sok más ilyen gyöngyszem volt ebben a könyvben, úgyhogy... Ja. Ja. Sokkolt. Nekem ezek voltak a legrosszabb olvasási élményeim 2018-ban, hogyha nektek is lenne ilyen hasonlóan rossz könyv, amit tavaly olvastatok, nyugodtan írjátok meg kommentben, hogy mi volt az. Hú. Rossz volt föleleveníteni ezt az élményt. Na igen. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!